Hello, hello, sziasztok, én Szolom vagyok, üdvözlök mindenkit. Na kérem szépen, van ez a Dredge játékocska. Elvileg ez horgászos játék. Arról szól, hogy van egy hajónk, és abban megyünk horgászni, halászgatni. Ne bonyolítsuk túl a dolgokat, elég egyszerű kis játék. Halászni kell, le kell adni a halat, fejleszteni kell a hajódat, és minél több fajta halat tudsz majd fogni. Közben kapsz ilyen kis küldetéseket is, azt megcsinálhatod, azért jár ilyen extrák. Ez a lényeg ennek a játéknak, ez csak egy ilyen játékmenet bemutató lesz. Annyira nem érdekel a sztori, hogy végigvigyem. PC játszunk kontrollerrel és magyar felirattal. A magyar felirat úgy van, hogy először betöltődik általában az angol, aztán a magyar fordítása. Ami már egyszer betöltődött, mert belenéztem a játékba, az alapból magyar lesz. Hát ezt így lehetett megoldani. Na, és föl is borult a kollégának a hajója. Az öreg kapitánynak. Na kérem. Itt vagyunk a dokba. Oké. Ugye mindig vissza kell térnünk így, míg nincs fejlesztve rendesen a hajónk napnyugtáig, ugye, mert akkor elkezd pánikolni a emberkénk. Úgyhogy ez van. Ugye a magyar felirat az kicsit hagy kiválni valót maga után, de nagyjából érthető a dolog. Na kérem szépen. Akkor menjünk és horgásszunk. Oké. Kezdj el a horgászatot. Amikor zöldön van, akkor kell megnyomni. Ott van egy hal. Úgy lehet forgatni, mert az a lényege, hogy hát ez ilyen eléggé hülyén néz ki. Ez a kis invertoring. És hát forgatgatni kell a halakat. Meg mindent is. Hopp, ezt elszartam. Vagyis elrontottam. Jó. 1, 2, 3. Oké, így akkor 3 makréra elfér, nézzük. Trófea. Oké, vegyük föl a trófeát. Jó. Még van hal, úgyhogy addig tudunk benne. Aha, ez már kimerült ez a hely. Jó. És amikor kimerül a hely, akkor tovább kell mennünk. Amikor nem megy a hajó, akkor áll az idő, minden áll. Látjátok ott fönt is, hogy 9 óra 36 perc van. Ahogy elindulunk a hajóval, már megy az idő is. Ugye hétfő van és első nap.
Oké. Na, ez egy szép tőkehal. Oké. Úgy kell ugye forgatnunk, hogy jól elférjen. Kimerült a hely. Na nézzük, várjál. Nézzük meg ezt. Aha, ez sekély víz, ide nincs felszerelésem. Ezt nézzük meg. Na, itt lehet horgászni. Úgyhogy egy elég egyszerű kis játék. Ne higgyük azt, hogy túl komplikált. Ilyen egyszerűen. Elmegy az idő vele, azt ennyi. De különben aranyos, szerintem arra tök aranyos a játék maga. Jó. És még egyet tudunk fogni. Oké, és pont kiismerült a hely. Na. Szikláknak, meg ilyesmi dolgoknak nem érdemes neki menni. Mert akkor a hajócskád is sérül. Ez nem túl jó dolog. Na kérem. Megy a kis hajócskánk. Megyünk vissza. Y, várjál csak. Kabin. Pont felő, hát jó, na, kikötő, de mindegy. Örüljünk, hogy magyar. Aha. Exotikus, ugye, amit nem fogtunk meg. Van itt vulkánikus mangrove. Mélytengeri óceán sekély parti. Jó van. Menjünk be, álljunk be szépen. Aha, akkor vissza kell fizetnünk ezt a hajónak az árát. És úgy tudjuk törleszteni ennek a hajónak a... És... 50... Mi ez? 500, 5000 dollár, jó. Halárus. Büdös halillat, mi? Mi történt a másikkal? Azt javasolja, hogy dolgozzak itt, ameddig nem fizetem ki a hajót. Eladja az összes halat. Oké. Okay. Jó, köszi.
hajó ács. Itt a nénye. Hogy nyög, baszki. Igen. Oké. Szerintem valami tárolom. Aha. Akkor szerintem aludjunk. Pihenés. Jó, főkeltünk. Miért nem lehet letenni? Nem értem. Na mondja a polgármester. Na most nem érdekel. Megyünk, horgászunk. Várjál, itt mi van? Kutatás. Nulla van. Menjünk horgászni. Menjünk egyet horgászunk. Aha, sekély. Csekély víz, úgyhogy itt nem kéne. Itt tudunk. Egyelőre ide tegyük. És kimerült a hely. Kedd és második nap van. Oké, ez megint egy ilyen nagy dög, tőkehal. Jó.
Lassan mehetünk is vissza, mert kimerült a helye. És esik az eső is. Fő tudjuk kapcsolni a lámpánkat X-el. Kezd este lenni. Már kiválasztottam. Köszönöm, játék. Bedokkolunk. Eladtuk az összes halunkat. Nyomó nincs izénk. Na, polgármester, mit akarsz? Ja, semmit. Akkor aludjunk. Oké, dokmunkás. Térkép. Itt vagyunk mi, és ott az X. Oké. Akkor menjünk. Velünk szembe van. Kimerült a hely. Menjünk közbe. Szerintem... Ah, ide jöttünk. Aha, oké. Oké, na várjál. Oké,
közben olvassa? Nem tudom most, hogy mit csinál, de menjünk. Menjünk, halászunk még egyet, remélem itt lehet halászni. Nem. Nem esekély. Akkor megnézzük erre. Lehet már meg óceáni lesz. Óceáni. Pillanat. Az a lényeg, hogy ameddig nem megy a hajó, vagy nem horgászunk, addig az idő sem megy. Ez is parti. Na, ezt lehet. Kimerült a hely, na várjál. Még talán ott úsznak angolnák. Aha, oké. Jó van. Kimerült a dolog, és a másik az, hogy látjátok a szemet? Este van. Már parázik a kollega. Megyünk vissza úgy, hogy lehetőleg sziklának ne ütközzünk. 21 óra 40, már látjátok ott a szemem, már se tudja hol van. Oké. Hopp, és neki mentem. Sajnos. Na, akkor ebből is beszéltünk.
Jó, még nem tudunk frissíteni. És szerintem alvás van. Úgy. És menjünk szerintem. Na, itt tudunk horgászni. És ki is merült a hely. Várjál itt. A óceáni. De ott van egy üveg. Ez mi? Oké, akkor ez volt ebbe a kis üzébe. Palackba. Hát azt láttam, hogy ezek a partmenti vizek eléggé ki vannak dögőve. És ki is fogyott ez is. Esik az eső is. Azt még ott nézzük meg. Talán azt még ki tudjuk horgászni. Hát nem, mint láthatjátok, pekély víz. Mehetünk most vissza. Hát ez elég szívás így. Ez se jó. Aha, egy pillanat, megnézzük a könyvet. Stuk. Megvan, az is jó. Jó. Menjünk vissza. A más teledik is. Dokkoljunk be. Alárusnál adjuk el a cuccokat. Ha kaptam egy könyvet is.
úgy frankon elkezdi olvasni a kolléga. Pihenjünk egyet. Oké. Menjünk. Nézzünk széjjel. Van valami nagyon, mi a szar ez? Hoppá! Glutex makréla. Oké, szuper. Na, itt is lehet akkor valami. Hoppá. Megint egy makréla, egy Glutex makréla. Jó. Jó, nézzük meg még ezt itt. Á, szuper, lehet korgászni belőle. No, a hely kifogyott, látjátok, hogy ezt meg kell javítani. Egy nézet, amikor úgy neki mentem a sziklának. Jó, szerintem menjünk visszafelé. Lassan sötétedik. Jó, hogy gyorsan megy a idő, hogyha megy a hajó közben. Oké. Tinta hal, hát ez szuper. Mi ez? Aha. És kiismerült a hely, oké. Mehetünk vissza. Várjatok. Alárus.
Oké, adjuk el az összeset. Ez mi? Aha, oké. Ez egy újabb. Küldi. Aha, és ott lent. Lent kell keresni. Encyclopédia, jó. Akkor hajóács. És akkor meg is javította. Megint vettünk egy ilyen szart. Nem tudom, hogy... Mi nem tudjuk föltenni. Ah, de most már föl tudjuk tenni, jó. Jó, hogy telepítés 2 óra hossza. Aha. Oké. Jó, ezt nem tudjuk hova tenni. Pihenjünk egyet. Jó. És... megyünk, azt mindjárt megnézzük azt a szigetet. Várjatok egy kicsit. Oké, ez kifulladt ez a hely. Most már itt is tudunk pecázni. Sekély vízbe. És tudtunk szürke aggolnát fogni. Várjál, mert úgy félrezel. Ah, és akkor itt élnek a szürke angolnák. Baszkért, hány darab van már itt? Basszus, na várjál. Térkép. Pont a másik irányba kéne haladnunk. Az űrgéhez ugye. Ah, és akkor elolvasta ezt is. Ezt a könyvet is a kolléga. Mi még hajókáztunk. Oké. Okay.
A hajó fele haladunk, erre kell mennünk. Na most nem kell fény, felesleges minek. Aha, ott a dokk. Itt az űrge. Oké. Oké. Szerintem itt pihenjünk is egyet. Indulhatunk vissza. Az a furcsa nekem, hogy csak ott lehet eladni a izéket. Az a szél, amit látjátok, így fúj, az lehet, hogy mutatja nekünk a irányt, hogy merre vannak ezek a dolgok. Egy gyűrű. Oké. Jó. Visszamehetném majd az űrgéhez, de alagat le kell tenni. Mert nem férünk el, annyi angolnát fogtunk. Na hát ilyesmi ez a játék, gyerekek. Olyan kis mindenes. Oké, adjuk el a cuccokat. Köszi. Itt vannak ilyen világító torony.
Na kérem, hogy láthatjátok, van itt minden is. Kaptunk küldetéseket is, meg mindent is, most már azért lehet, most már megy azért a fejlődés is. Mert látjátok, hogy jó, azt elolvast, elolvast a térkép, oda is lehet menni, lejjebb, meg oda a másik felére. És van itt minden is. Na srácok, remélem tetszett ez a kis bemutató. Tetszett, akkor próbáljátok ki. Aranyos kis játék. Kis egyszerű. Na. Meg aki szereti ugye a halakat, az alap. Na, sziasztok!